Kedves barátaim, tisztelt hölgyeim és uraim! Felveszünk, még egyszer mondom, felveszünk egy olyan jelenetet, amit már egyszer felvettünk, de most megint felvesszük. Mert ha nem vennénk fel, akkor nem lenne felvéve. A jelenet már egyszer volt, most van még egyszer. Még egyszer mondom, még egyszer van a jelenet. A jelenetben most új a szöveg, mert választás jön, úgyhogy a színpadon Aradi Tibor és Kerekes József. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Ma esti vendégeim Hudák Tamás az MSZP, valamint Zöldi András a Fidesz országgyűlési képviselői. Uraim, önök a sajtó hasábjain polémiába keveredtek egymással a gyenge forint, az egészségügy és a 22-es választások témájában. Most lehetőséget kínálunk önöknek, hogy szemtől szemben vitassák meg nézeteiket. Ki kezdi? Én. Jó. Sajnos tisztelt képviselőtársam, amikor előterjesztette, hogy egy icike-picike pocok pocakon pöckölt egy másik icike-picike pockot, sajnos elhallgatta a nyilvánosság előtt, hogy a pocakon pöckölt icike-picike pocok is jól pocakon pöckölte az őt pocakon pöckölő icike-picike pockot, és ez videófelvételekkel bizonyítható. Bocsánat, de szerintem... Amikor ön átnézte az anyagot, nyilván szörpöt szörcsögött. Én láttam szőrös hörcsögöt. És ha egy szőrös hörcsög szörcsög szörpöt, nem csoda, ha rátörnek a hörcsög görcsök. Csak egy nagyon egyszerű kérdést tennék fel, ha megengedi. Talán platán? Ne talán palánta? Ne talán tán platán palánta? Ja, már ez csúsztatás. Nem, képviselő úr, erre önök évek óta képtelenek felelni. De nem is érdekel. Én Sepsiszentgyörgyi szájsebész asszisztensre sincs szükségem! Ugyan már! Ilyennel jönni, amikor a lalililalova elalél! Ugyan! Elnézést, uraim, beszéljenek egy kicsit konkrétabban. Szeretnénk hallani valamit a gazdasági helyzetről. Kérem, azt mondják a hatalmasok, hogy akinek hatalmasok, az már elég hatalmasok, hogy ne legyen hatalmasok. Tessék lemondani! Mondjanak le! Mondjanak le! Hogyne! Önök azt hiszik, hogy nem minden zerge segge ferde, csak a ferde seggű zerge segge ferde. Tessék, itt vannak a számok. Vonaton egy őrült, meg egy őrült, és örült az őrült, hogy mellette egy őrült. Bocsánat, ez többek között a sokat emlegetett ügyészi elfogultságot is érinti? Hát ez hazugság. Ez egy újabb hazugság. Jamaika a mai jamaikaiaké. Nálunk pedig a gyárkémény Meszelt Ormán élt egy hétig reszelt Ormán Orbán. Bocsánat, ezzel arra céloz, hogy hazánkat kizárhatják az Unióból? Természetesen, de majd azt fogjuk mondani, hogy gyere Gyuri Győrbe! Győri gyufagyárba, gyufát gyújtogatni! Igaz-e, uraim, hogy ebben az évben sem jut elegendő forrás az egészségügyre? Bocsánat, de ez nem jelentene mást, mint hogy eltekintünk a pataki-katika-taktikai-patika-tikitakiától? Nem lehet a Már Tamásé, mert a Márta már Tamásé. Hogy mondhat ilyet, amikor itt van fehéren, feketén, hogy fekete bika pataku buga patika pepita kövén? Szégyelje magát! Én szégyeljem magam! Kerekes kerekét kereken kerekíti kerekre. Uraim, hallgatva az eddigieket, hogyan fogunk mi önök között 22-ben választani? Pedig könnyű választani. Tanya a bakonyban, vagy banya a takonyban. Nem úgy van az? Mert nem mindegy, hogy karban szerepelni, vagy szarban kelepelni. Na, persze, igen. Mit ugrálsz, te kis mit ugrálsz? És te? Mit lopsz, küklopsz? Kipsz-klipszet lopsz, te küklopsz! Uraim, mi lesz az országgal? Az országgal és azon belül a fővárossal? Fővárossal? A kerületi kerülgető kerülgetni a kerületi kerülgetendő kerülgetni valót, de a kerületi kerülgetendő kerülgetni való kerülgeti a kerületi kerülőt. Katyagnom kell, hiszen rájára a rúd. Rúta rája, jó pár órája vár rája. Te
Persze. Persze. A nagypapa papagája a papa papagájának a papája. Mi és ez egy választási ígéret? Amikor egy Moszkvics ruszkulcs, csak egy luxus pluszkulcs? Lassan be kell fejeznünk. Meg tudnák fogalmazni érthetőbben, hogy hogyan látják a jövőt? Természetesen. A kotyogó klotyó felé totyog a motyogó lotyó, de már később, mert a rotyogó gatyóból potyog a motyó. Világos? Világos. Elkúrták.